Bren Border és családja Virginiában nyaralt, mint minden júniusban. A nyaralás első napján elmentek a Busch Garden Vidám Parkba, ahol elsőként a hullámvasúthoz vezetett az útjuk. Általában nem ülök fel a hullámvasútra, de Robert, az idősebb fiam azt mondta, hogy most ballag, ezért a kedvéért muszáj felülnöm a hullámvasútra. Miatta megtettem. Nagyon ijesztő volt, és szerintem azért, mert nem vagyok ehhez hozzászokva, nagyon feszült voltam. Bren az ütközés miatt egy kicsit összerázkódott, de ezt leszámítva jól volt. Azonban még aznap éjjel intenzív fájdalmat kezdett észlelni az alkarjában, ami másnap reggelre rosszabbodott. A fájdalom nagyon éles volt, és a kezem annyira megfeszült, hogy alig tudtam mozgatni. A fájdalom csak akkor enyhült egy kicsit, ha a mellkasomhoz szorítottam a kezemet, amennyire csak tudtam. A család imádkozott a gyógyulásért, és Bren naponta néhányszor rávette magát, hogy kinyújtsa a kezét. Úgy éreztem, meg kell tennem, de lehet ez csak egy ösztönös próbálkozás volt. Úgy gondoltam, hogy minél többet mozgatom, a fájdalom egyszer csak eltűnik, de ez nem történt meg. Bren nem akarta megszakítani a családi nyaralást azzal, hogy elmegy az orvoshoz, így próbálta figyelmen kívül hagyni a fájdalmat. Ahogy telt a hét, egyre jobban megijedtem a fájdalomtól, ami csak rosszabb lett. Talán azért, mert azonos helyzetben kellett tartanom a kezemet egész héten. Így a fájdalom kisugázott a felkaromba, a vállamba és a nyakamba is. Nagyon rossz volt. A hétvégén a család elment a 700-as klub forgatására, ahol Brennek lehetősége volt beszélni a műsor házigazdájával, akivel megosztotta bizonyságát. Emlékszem, megköszöntem Gordonnak, hogy 20 éves koromban az ő imáján keresztül adtam át újra az életemet Jézusnak, amikor néztem a 700-as klub egyik adását. Nagyszerű volt részt venni a forgatáson és látni, hogy hogyan készül a műsor, amit már olyan régóta nézek. Nagyszerű érzés volt benézni a kulisszák mögé, és látni a CBN stúdió komplexumát. A felvétel alatt Terry és Gordon imádkoztak. Valakinek megsérült a jobb karja, amit most Isten meggyógyít. Nem lesz több fájdalma. Kezdj el mozgatni a kezét, és vegye át azt a fantasztikus csodát, ami megtörtént. Bízzon benne! Isten képes a helyreállításra, és meg is teszi azt, mert szereti önt. Hirtelen arra gondoltam, hogy Istenem, ez én vagyok. Átvettem a gyógyulást Jézus nevében, és hálát adtam Istennek, hogy meggyógyította a karomat. Hittel megragadtam a gyógyulásomat. A forgatás után a család körbenézett a CBN-nél. Ahogy mentünk a lépcsőkön, éreztem, hogy már nem fáj annyira a karom, mint korábban. Úgyhogy nagyon lassan elkezdtem mozgatni a kezemet, ahogy korábban kértem Istentől, és nem volt nehéz. Szabad voltam. A mozgatás alig fájt, és mire odaértem a férjemhez és az anyukámhoz, hogy elmondjam, hogy meggyógyultam, akkor már teljesen eltűnt a fájdalom. Teljesen normális volt az állapotom, mintha sohasem fájt volna a karom. Brennek azóta sem voltak fájdalmai, és a karja is teljesen visszanyerte erejét. Azt mondja, hogy ez a csoda egy emlékeztető volt Isten ígéretéről. A családom rajtam keresztül megtanulta, hogy Isten igenis válaszol az imákra. Annyira örülök annak, hogy aznap meglátogattuk a 700-as klubot, nem is gondolva arra, hogy ott fogok meggyógyulni. Azon a napon dupla áldásban részesültünk, részt vehettünk a forgatáson, és Isten meggyógyította a karomat.